Üdvözlet mindenkinek itt az infobubble.hu weboldalon. Ebben a videóban meg fogunk nézni egy bejátszást, egy interjúból, amelyet Ebony K. williams el készítettek. És azt gondolom, hogy tökéletesen be fogja ez mutatni, hogy milyen problémákkal is kell majd szembenéznie mindazoknak a hölgyeknek, akik most magukévá teszik az ostoba feminista szlogeneket az erős, független nőről. Feltételezem mindenki számára egyértelmű, hogy van egy ára annak, hogy az ember választ egy utat, minden egyes életút előnyökkel jár és hátrányokkal. Az egyetlen út, amelyet érdemes választani és eltér ezektől, az Yahua útja. Az egyáltalán nem jár hátrányokkal, még akkor is, hogyha számos lemondást és áldozatot kell eszközölni, azonban ezek mind a javunkra vannak. Ez az egyetlen út, ami megkímél minket a hátrányoktól. Természetesen az ember úgy érezheti, út útközben, hogy hátrányokat szenved, mert kimarad ebből abból, végül azonban meg fogja érteni, hogy ez mind-mind a hasznára volt. Fogalmazhatnánk úgy is, hogy a útja az olyasmi, mint a játékokban a cheat code vagy a csalás. Az összes többi rendelkezés álló lehetőség mind-mind súlyos hátrányokkal fog járni azok számára, akik járnak ezen az úton, és Ebony K. Williams be fogja mutatni azt, hogy milyen hátrányokkal jár a feminista út a hölgyek nagy része számára which means leftover woman in Mandarin. Mielőtt ne ennek, megkérnék mindenkit arra, hogy lájkoljátok, illetve osszátok meg tartalmainkat, melyeket megtalálhattok Infobaba, illetve Yahoo útja néven a TikTokon, Instagramon, YouTube-on, Facebookon, valamint weboldalainkon, és ha hasznosnak, érdekesnek találjátok munkánkat, akkor támogassátok, azt köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig. Feltételezem mindenkit érdekel előjáróban, hogy ki is Ebony K. Williams. Ebony K. Williams egy amerikai jogász és TV személyiség, aki 40 éves, 1983-ban született. Vagyonát függően attól, hogy melyik oldalt nézzük, 3-4 millió dollárra becsülik, de hogyha megnézzük celebritynetworth.com, akkor ott 2 milliót írnak mindössze. Nagyjából olyan 2 és 4 millió között lehet az ő vagyona. Csak azért hoztottam meg, mert az üzenet megértésében ez segíteni fog majd a későbbiekben. Még annyit mindenképpen megjegyeznék, hogy egy korábbi interjú volt az, ami az én véleményem szerint kiváltotta az ő hirtelen jött népszerűségét, annak ellenére, hogy természetesen ismert volt ő előtte, csak most újra aktuálisá vált melyben arról beszélt, hogy ő nem hajlandó egy buszsofőrrel házasságot kötni, csak akkor, hogyha a buszsofőr birtokolja a buszt is, vagy az egész busz flottát. Én baromi jó vagyok. Minden választás, következményekkel jár, és minden egyes döntésünkért fizetnünk kell. Ha a nő úgy dönt, hogy ő részt vesz az oktatási rendszerben, karriert épít 30-35 éves koráig, és elér egy bizonyos szintű egzisztenciát, utána nagyon nehéz lesz leadni abból, ezért olyan férjet kell találnia magának, aki képes biztosítani azt az életszínvonalat, azonban abból igen kevés van. Egyrészt azért, mert a férfiak már nem 30-35 éves nőt keresnek majd, akik ezt megtehetik házastársul, a többiek pedig egyszerűen csak nem kvalifikálják magukat, mivel nem értek el olyan szintet társadalmilag, gazdaságilag. Ez folyamatosan szűkíti le a választás lehetőségét a nők számára. Nem azt akarom sugalmazni, hogy ezért hát ne tanuljanak a nők, és ne gyűjtsenek maguknak vagyont, vagy ilyesmit. Azt szeretném ezzel mondani, hogy következménye van annak a választásnak, amit az életük során eszközölnek, és aztán szembe kell nézni ezekkel a következményekkel, mint úgy tűnik, hogy eboni. Williamsnek talán sikerült is végre. Felhívnám mindenkinek a figyelmét arra, hogy a közösségi média oldalakon élvezett relatív szabadság eltűnőben van. Ez az oka annak részben, hogy átköltöztünk weboldalunkra. Megkérek mindenkit arra, hogy látogasson el oda és támogassa munkánkat, mert az azt jelenti, hogy több tartalmat tudunk készíteni, szélesebb körben, jobb minőségben. Szóval mindenki profitál ebből, nem csak mi. Ráadásul valamelyest függetleníteni tudjuk magunkat attól a cenzúrától, ami a közösségi média oldalakon megfigyelhető. Köszönöm. No, and I've said this, and this is controversial, right? That, that because of the way society values gender roles, right? So the way in which we find a woman attractive, what are we really talking about under that? And it doesn't hurt my feelings. Let's just say it. People across the spectrum culturally, but we're talking about black people, so let's let's center that. Black women are assessed around our beauty, our aesthetic physical beauty, uh, and there's biological reasons for that and our fertility and our youth. A new cat a szépségük, a külsejük alapján értékelni, nem csak a társadalom, de a férfiak is, ez mellett pedig a fiatalság és a termékenység az, ami számít. Mondhatjuk ezt, hogy ez felszínes és primitív, hogy egy férfi ezt nézi egy nőben. Szóval ha belegondolunk a család alapításba, illetve magának a családnak a funkciójába, akkor rájöhetünk arra, hogy miért is van ez így. Én úgy gondolom, hogy amellett, hogy az természetes, hogy mindenki egy olyan partner szeretne magának, aki monzónak talál, hosszú távon az biztosítja azt, hogy kapcsolatban a fizikai oldala működőképes lesz, a nők is ezt csinálják. Nagyon ritka az, hogy egy férfi úgy választ magának partnert, hogy ez milyen társadalmi gazdasági szinten van. A férfiak általában nem nézik azt, hogy a nő mennyit keres, milyen iskolázottsággal rendelkezik, egész más a fontos. És ez azért van így, mert a férfit és a nőt így alkotta meg az atya kezdet kezdetén. A férfi lett volna hivatott arra, hogy összetartsa ezt a családot, hogy védelmezze a családot, ellássa a családot, a munkájából, a nő pedig építette volna és fenntartja a házat, illetve a háztartást. Neveli a gyerekeket, felkészíti az életre azokat, és segíti a férjét az előrehaladásban. When I'm listening to it, I'm trying to figure out there's plenty of women who are in that scenario right now when we're talking about I think you better think about it. I think you're damn sure because I got girlfriends right. that and sorority sisters that don't like to date those men. They want És ugye a barátnői, azok, akik abban a korosztályban vannak, mint amiben ő, azok nem hajlandók már rendezvúzni a 40 éves életkoron felül. Tehát ez az 56 éve számukra már nem elfogadható a nők számára. probléma az, hogy a férfiak számára sem, ezért nem fognak találni maguknak hosszú távú partnert. Az lehet, hogy elszórakozik a férfi mindenkivel, meg minden korosztálya, de hogy hosszú távon nem fog úgy gondolni rá, mint egy megfelelő partner, az szinte biztos kompromisszumot kénytelen kötni, legalábbis Ebony K. Williams szerint az a 35-45 év körüli nő, aki partnert akar magának találni egy hosszú távú kapcsolatra, vagy esetleg házasságra, a kompromisszum pedig abban nyilvánul meg, hogy idősebb férfi kell magának választania. Amennyiben a teljes videót szeretnétek látni, az infobubble.hu illetve a .hu weboldalon, ez elérhető. Megkérnélek arra benneteket, hogy osszátok meg videóinkat, illetve lájkoljátok azokat, hogy több emberhez eljusson az üzenet. Köszönöm. Amennyiben adótok 1%-ával támogatnátok munkánkat, megtehetitek a Yahoo útja Egyesületen keresztül, ehhez minden adatot megtaláltok az Infobubble, illetve Yahoo útja összes felületén az interneten, valamint ennek a videónak az információs sávjában, és köszönjük azoknak, akik ezt megtették eddig.